nagysága 68 hektár. A befolyónál azt tudom pontosan, hogy 40-50 centis vízünk van, a kifolyónál pedig a gátnál olyan 7 méteres. Én szerintem átlagos vízmérsége 3-3,5 méter. A tónak az eleje ott nem akadós, mert ott van a homokos, iszapos része. A hátsó fele itt már akadósabb, mert ez valamikor egy erdő volt itt, és rengeteg fát kivágtak, tehát annak a tuskóiban vannak. Harcsállomány véleményem szerint azért kiemelkedő, mert mikor megalakult ez a tó 1983-ban, rá egy-két évre két horgászunk a Rábából hozott ivadékokat, vagy hát ilyen 20-30 centis harcsákat, és véleményem szerint azokat fogják most ki ebbe a két-két és fél méteres, meg 100 kilós formába. Harcsás víznek nevezhető, csak a rengeteg táplálékhal miatt egyszerűen nehéz a megfogásuk. Aktívan vagyunk, kb. Egy tizen harcsások itt a tavon, és azt kell, hogy mondjam, ezt a köztes állományt, itt ez alatt azt értem, a 10-től mondjuk 40 kiló alatti példányokat egyszerűen nem tudjuk rogra csalni, sőt, bojlisok se fognak, ez az érdekes, nem tudjuk miért. Itt, ha fogunk, akkor méterig, vagy 1 méter 80 feletti harcsát fogunk. Ez a köztes méret egyszerűen, nem tudom, mintha nem is lenne a tóba. A tó nem csak harcsa állományára lehet büszke. Kapitális pontjok vannak benne, nem is kevés. 10-15 kiló közöttiek, ilyen 1500 darab található a tóba. Azon kívül meg vannak a 15 kiló felettiek, sőt 20 kiló felettiek is vannak. Bojlis horgászok is jönnek hozzánk rendszeresen. Vannak bojlis helyek kijelölve, csak ott horgászhatnak. A vendéghorgászaink pedig leginkább a fő, a békés hal. Azért a békés hal, a ponty, az ambur meg a keszekfélék, mert a ragadozó halra vendéghorgászok nem horgászhatnak. Érdekes módon a helyi harcsahorgászok kiemelt figyelmet fordítanak a bojlis etetésekre. Többen vagyunk itt a helyemen, ugye testvéremmel is, és ponthorgászik. Tehát úgymond eteti a számára a megfelelő bóját. Ez egy táplálkozási pont a harcsák szempontjából, vagyis hogyha éhesek nem a tó közepén az iszapon fog keresni, hanem a etetett helyeket fogja végigjárni. És ugye itt én bójás módszerrel harcsázom, karrókat helyezek ki, és ahhoz kötöm ki a csalialaimat, és várom az éjszakát. És mondhatom, nem azt mondom, hogy mindig, de igen, már sikerült pár szép harcsát fognom itt a tavon. Ha az ide látogató vendéghorgászok kapitális harcsákra nem is vadászhatnak, a tó békés halállománya kárpótolja őket. A Széki tónak a halállománya azt gondolom, hogy egyedülálló. Ha jól tudom, a tavalyi évben a MOSZ első 5 legjobb tavak közt szerepeltünk. Azt gondolom, hogy a bojlisok is, tehát akik hozzánk jönnek, azok elérhetik az álmaikat, mert azért rendelkezünk az olyan halállománnyal, ami azt gondolom a sok bojlistónak a becsületére válna. Mindenképpen szeretnénk még javítani a szolgáltatások minőségén, szeretnénk, ha lesz rá lehetőségünk a bojlis helyekre esetleg áramállátást biztosítani. Tehát igazából azért vannak tervek, van még mit tenni, tudjuk. Ezen vagyunk, hogy ezt megvalósítsuk. Minden bojlis helyünknél ugye sátrat lehet állítani, vagy akár, hogyha olyan a helynek a fekvése, akkor mondjuk lakókocsit is. Azért ezzel óvatosan bánunk, mert ez egy meredek a helyek mögötti plac, tehát ezt nem mindenhol engedhetjük meg nyilván. De egyébként azt is elmondhatom, hogy akik hozzánk látogatnak mondjuk 24 órás napi jegy, és nem feltétlen bojlis horgászok, ők is, hogyha találnak szabad helyet a tó körül, akkor ott nyugodtan felállíthatják a sátraikat, tehát nyugodtan eltöltetik ott akár 24 órás jegyet is. Bátran mondhatom, hogy ez az elnökség az, amelyik az eltelt 9-10 év regnálása alatt elkezdte azt a programot, hogy a családokat, a gyerekeket, a fiatalokat bevonzani a horgászatba. Minden évben megrendezzük a gyermekhorgászversenyt, megrendezzük az egyesületi horgászversenyt családi nappal egybekötve. A családi napon természetesen nem csak egyesületi tagokat várunk, hanem ugye szintén a környékről érkezőket is nagyon szívesen látjuk. De nem csak a rendezvények, a hosszabb bojlis túrák eredményezhetnek maradandó horgászélményt. Egy rapid, féderes horgászat alatt is könnyen beeshetnek 10 pluszos pontyok. Ugye itt volt a példa, a kollégánk is most egy 14 kilósat fogott, meg egy 10 kiló körülit, de én is fogtam majd egy 20 kilósat is ezen a ponton, ezen a helyen. Szerintem véleményem szerint innen a vendéghorgász hal nélkül nem megy haza.